A magyar női labdarúgó válogatott Európa első harmadához tartozik, a világon pedig a 22. legjobb csapat. A válogatott most is az Európa-bajnokságra készül. Mégis a kontinensen Magyarországon űzik a legkevesebben ezt a sportágat. A Magyar Labdarúgó Szövetség ezen az arányon javítana, ezért kérték fel Kis Lászlót, a női szakák szövetségi kapitányát, hogy dolgozza ki a sportág rövid és hosszú távú koncepcióját. Szeptemberben fog az MLS elnökség elé kerülni. Én úgy gondolom, hogy annak, hogy ez tavasszal elinduljon, semmi akadálya nincs. Rövid távon szerintem egy olyan 5-8 ezerre, tehát 2 éven belül simán fölviszük a létszámot, tehát most én mennyiségről beszélek. A cél egyébként egy 6-8 év múlva egy olyan 20-25 ezer fő, ez abszolút nem lehetetlen. 60-ban a Lokomotív SL női szakosztályt indít, erről tartott a konferenciát, ahol hangsúlyozták, hogy már óvodáskortól el lehetne indítani a sportág népszerűsítését. Az óvodavezetők a kezdeményezés mellett állnak. Somogyi József szerint a női szakosztály tehetné nélkülözhetetlen sportegyesületté a Lokomotív esét a városban. Jelenleg csak a férfi labdarúgással foglalkozik a Lokomotív se. Azonban ott ezen a téren már az FC Atlon eléggé jó célkitűzéseket tűzött ki maga elé, amit mi inkább nem hátráltatni, nem segíteni szeretnénk. Viszont személy szerint úgy gondoltam, hogy ennek az egyesületnek azért kell egy olyan célkitűzése is, ami inkább a sikerre és az eredményességre vezet. Ezt egy új szakosztály létrehozásával lehet úgy gondolom elérni, ami jelenleg még nincsen 60-ban, ez pedig a női labdarúgás. A Lokomotív már átvette a Phoenix SE játékosait, valamint 8 lány még jelentkezett a csapatba. Az edzések hétfőn és csütörtökön vannak este 6 órától a Loki pályán. A Lokomotív női labdarúgói a Heves megyei regionális bajnokságban indulnának tavasztól. A csapatba az egyesület székhelyén vagy a csapat honlapján található elérhetőségek valamelyiké lehet jelentkezni. A konferenciát egy női labdarúgó torna követte, amelyet a Ferencváros csapata nyert.